Végső búcsút vettek Kopácsi Sándortól, az egyik legismertebb magyar közgazdászt Miskolcon helyezték örök nyugalomra. Több mint fél évszázados pályája a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltáskori privatizáció ellenőrzésén át napjaink közgazdasági szemléletének megalkotásáig ívelt. Fehér koszorú karavatal előtt Kopácsi Sándortól, Magyarország egyik legismertebb közgazdászától vettek végső búcsút Miskolcon, a Deszka temetőben. A 98 éves közgazdász másfél hete hunyt el. Kovács Árpád, a költségvetési tanácselnöke szerint egy polihisztort vesztett el az ország, aki vitathatatlanul maradandót alkotott a közgazdaságtanban és sokakat ösztönzött munkájával. Sándor alkotókedve fékezhetetlen volt. Meghökkentő ötletei, váratlan, minden megszokott értékrendet megkérdőjelező eszmefuttatásai kutatók sokanaságának munkájához adtak induló alapot. Kopácsi Sándor számos gondolata általánosan elfogadottá vált, meglátásai beépültek a magyar közgazdasági gondolkodásba, állításai máig időszerűek. Kopácsi Sándor 1953 óta minden gazdasági reformprogramban részt vett. 1954-ben Nagy Imre számára is kidolgozott egy programot, az 56-os forradalom alatt pedig az Országos Tervhivatal és a Minisztériumok Forradalmi Bizottságának elnöke volt. Hitvallása szerint a gazdaság sikeressége a képzett, tehetséges munkaerő múlik. Bihal Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke Kopácsira, mint barátjára emlékezett. Mindig újszerű gondolataidat, felfedezéseidet megosztottad velünk, vagy egy kamarai gyűlésen, egy közgazdasági társasági rendezvényen, autózva Budapestre vagy Debrecenbe, vagy akár kertedben egy pohár bor mellett üldögélve. Írásaidat rendszeresen megküldted nekünk, és vártad a reakciót. Ugye milyen egyszerű? Ugye igazam van? Mondtad, kérdezted, bölcs, huncut mosolyjal. A közgazdász februárban ünnepelte 98. születésnapját. Kopácsi Sándor ekkor szerepelt utoljára híradónkban. Az ünnepségen készülő könyvéről és az elkövetkezendő időszak terveiről beszélt. Kopácsi Sándor családtagjaként elkötelezetten ápolta Szentpáli István emlékét, aki 1917 és 22 között Miskolc polgármestere volt. Innen is a Miskolchoz való kötődése, később pedig a városba költözött. Kivételes képességű, tudós polihisztortól búcsúzunk. Olyan embertől, aki úgy került be a halhatatlan magyarok égi csarnokába, hogy egész élete a tudomány és a nemzet szolgálatáról és az elkötelezett humanizmusról szólt. Szerette ezt a várost, és szerette a miskolciakat. Otthonra talált városunkban, és most végleg hazatért. Kopácsi Sándor néhai felesége és annak nagyapja Szentpáli István mellett lelt örök nyugalomra. Kopácsi Sándor 98 éves volt.